esőre várva. Az előrejelzések szerint a szárazság miatt veszélyben az idei kukorica termés. Új otthonfelújítási program. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében 14 bankfiókban lehet igényelni a legfeljebb 7 millió forintos támogatást. Összeültek a cégvezetők, második alkalommal tartottak vállalkozói reggelit Máté Szalkán. Nagy hangsúlyt kell fektetniük az öntözésre a kukoricatermesztőknek, mert a július végi kilátások alapján a tavainál jelentősen rosszabb termés átlag elé nézünk. A Kölcsey Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A szakemberek szerint egyes táblákban hektáronként maximum 40-50 mázsa termése lehet számítani, mivel a kukoricacsövek nem fejlődnek a megfelelő mértékben. A problémára a szakemberek szerint hosszú távú megoldást kell találni, amelyek közül az egyik a Tisza vizéből való öntözés lehet. A gyulatanyai fajta kísérleti állomáson csak kukoricából 77 fajtát termesztenek, de a július végi kilátások alapján nem számít jó évre Augustinyi András kísérletvezető. A kukoricára mostanságra már nem túl sok jót lehet mondani, ellenben másfél hónappal ezelőtt még mindenki csúcstermésről beszélt. Mostanra, hogy ez a nagy asszály, azt hiszem, hogy két megye kivételével jelentősen csökkenni fog a kukorica termésmennyiség. Most már ilyen 40, maximum 50 mázsákat rebesgetnek a szakemberek. Hát nagyon-nagyon rosszul jött ez a több hete tartó meleg a kukoricára. Rácz Imre, az Agrárkamara vármegyei elnöke szerint már most elmondható, hogy sok táblában nem fog 100%-ban kifejlődni a cső. Az aszályos időjárás miatt öntözés nélkül termésveszteséggel számolhatnak a gazdák. Nagy hangsúlyt kell fektetni az öntözés irányába, a kormány is nagy hangsúlyt fektet, most felerősödik, és talán az ilyen évek még inkább felerősödik annak a szándékát, hogy minél több öntözött terület legyen. Van is egy nagy országos, vagy megyei program, úgy mondanám, több mint 500 milliárd forintos bekerülési összeggel, ahol a Tiszából a vízválasztón elvezetnénk a Tisza vizét, és minden csatornát ott táplálnánk meg, ahonnan valamikor elkezdték levezetni, egy szép program, és ez az időjárás felgyorsítja azokat az eseményeket, azokat a gondolkodási módokat, akár a politikába, akár a szakemberekbe, hogy mégis milyen jelentősége van, ha ilyen időjárások várhatóak, és ha beismerjük, ha nem, az utolsó 10 évet, ha megnézzük, akkor többségében ilyen időszakok voltak, vagy ha a hőségnapok számát összehasonlítjuk, hogy 10 évvel ezelőtt milyenek voltak, akkor szinte megduplázódik lassan azoknak a száma, amikor a növényzetnek elviselhetetlenné válik ez a nagy meleg. Augustinyi András szerint nem csak a kukorica, de a burgonya és a napraforgó termesztése szempontjából is hosszú távú megoldásokban érdemes gondolkodni. Ez vízválasztó év lesz ez az év sajnos, ha így alakul, mert ugye már nem elég, hogy a kukorica, de most már a napraforgó is mesélni, amit az előbb ugye mondtam, hogy ha így haladunk, akkor már lassan a napraforgót is öntözve lehet lesz termeszteni gazdaságosan. A takarmány kukorica mellett Magyarországon mintegy 26 ezer hektáron termesztenek csemege kukoricát. Ennek egy hatoda Szabolcs-Szatmár-Berekben található termőterület. Durkó Mátyás emlékéremmel ismerték el szakmai életpályáját a Nyíregyházi Egyetem nyugalmazott oktatójának, Kerülő Juditnak. Az életműdíj azoknak a művelődéskutatás területén tevékenykedő szakembereknek adományozható, akik olyan eredmények felmutatására képesek, amelyek segítik szakmájuk tudományos közéletbe, felsőoktatásba való integrációját, és hozzájárulnak a tudományos utánpótlás fejlesztéséhez. Körülbelül 200-an voltak a megnyitó ünnepségen, ezt hagyományosan a konferencia megnyitóján adják át, és hát a közönség felállt. Aztán persze kiderült, hogy a nagy részét tanítottam, tehát volt tanítvány, akik ültek ott, és olyan jó volt látni, hogy mindenki örül. Egyrészt annak, hogy én mennyire meglepődöm, nem is, tényleg nem gondoltam rá. Másrészt pedig az is jó volt látni, hogy mindenki őszintén gratulál. Már elérhető az új otthonfelújítási program. A támogatás legfeljebb 7 millió forint lehet, amely tartalmazza az 1 milliós önrészt is, ezen belül 2,5-3,5 millió forint közvetlen támogatásként, és 2,5-3,5 millió forint kamatmentes hitelként vehető igénybe. A rendelkezésre álló 108 milliárd forintos keretösszeget négyféle beruházásra lehet felhasználni, szigetelésre, nyillászáró cserére,
fűtési rendszer és melegvízrendszer korszerűsítésére. Egyre több új építésű ingatlannal találkozhatunk Nyíregyházán és Vármegye szerte. Ezek sok esetben már okos megoldásokat is tartalmaznak, ami viszont biztos, hogy energetikailag korszerűek. Vannak azonban olyan tulajdonosok, akiknek a házuk korántsem mondható annak. Az új otthon felújítási támogatással július 1-től nekik is lehetőségük van a korszerűsítésre. Ez egy hitel szerződés, 0%-os kamat támogatott hitel, és visszanemtérítendő támogatás kombinációja. Sokan kérdezik, hogy muszáj-e ugye a hitelt felvenni? Igen, mert ez csak így működik, tehát ezt nem hagyhatjuk ki belőle, viszont a hitelt bármikor díjmentesen elő lehet törleszteni, akinek nincs szüksége továbbiakban rá. A hitel és a támogatás arányát a régió fejlettsége szabja meg. Ezen belül a legalacsonyabb jövedelműek jogosultak a legkedvezőbb arányban a hitel és támogatás kombinációjára. Akik most vennének házat, azok viszont már kiesnek ebből a támogatásból, hiszen a kiírás szerint állandó lakcímmel vagy tartózkodási hellyel kell rendelkeznie az igénylőnek az adott ingatlanban legkésőbb 2024. május 1-e óta. És az ingatlan tekintve is vannak feltételek, amelyeknek meg kell felelni. Például a támogatás csak olyan ingatlanra vehető igénybe, amely 1990. december 31-e előtt Magyarországon épült. A földhivatali ingatlan nyilvántartásban belterületi, külterületi, zárkerti lakóházként, szabadon álló családi házként, sorházi családi házként vagy ikerházként van bejegyezve. És más feltétele is van az igényelhetőségnek. 30%-os energetikai javulásnak is meg kell, hogy valósuljon. Ebben a pályázatban szigetelésre, fűtéskorszerűsítésre és nyílászáró cserékre van lehetőség. A fűtéskorszerűsítésnek viszont van egy határideje, annak 2024. december 31-ig teljesülnie is kell. Valószínűleg a szigetelés és a nyílászáró csere érinti a legtöbb támogatást igénylőt, hiszen ezen a két területen lehet a legtöbb energiát megspórolni, ami segíthet elérni a megkövetelt minimum 30%-os energetikai javulást. Az elért energia megtakarítást a beruházás előtt és után egy-egy energetikai tanúsítvány igazolja. Jelenleg országszerte 266 bankfiókban lehet igényelni a támogatást, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében 14 helyen. A kérelmeket 2025 év végéig kell benyújtani, a hozzátartozó kölcsönszerződéseket pedig 2026. április 30-áig lehet megkötni. Ám a szakértők arra számítanak, hogy a 108 milliárd forintos forráskeret még jóval ezelőtt kimerül majd. Szeptember 1-től kizárólag a tisztán elektromos és nulla kibocsátású autók lesznek jogosultak a zöld rendszámra, írja az Építés és Közlekedési Minisztérium közleménye. A magyar közlönyben frissen megjelent kormányrendelet alapján a hibrid elektromos járművekre eddig kiadott zöld rendszámtáblákat le kell cserélni fehér alapszínű rendszámtáblára. Erre legkésőbb 2026. november 30-áig van idejük a tulajdonosoknak. A Belügyminisztérium 2023. decemberi állomány adatai szerint a tavalyi év végén már több mint 25.005 besorolású hibrid autó volt forgalomban, plug-in hibridekből pedig csaknem 12.000-et tartottak számon. A zöld rendszám nem csak ingyenes parkolásra jogosítja fel használóját számos településen, hanem a tulajdonosoknak regisztrációs adót, illetve teljesítményarányos gépjárműadót, valamint adásvételkor vagyonszerzési illetéket sem kell fizetniük. A következő másfél év fejlesztéseit a Top Plus-ban elnyert, közel 4 milliárd forintos csomagot is bemutatta Máté Szalka polgármestere a második alkalommal megrendezett vállalkozói reggelin. Az eseményt múlt is mintára hozták létre, célja a kapcsolatok építése és hogy lehetőséget biztosítson a vállalkozóknak a szakmai tapasztalat cserére. A polgármester hangsúlyozta, a kis, közép és nagyvállalkozásoknak egyaránt fontos szerepük van a város folyamatos fejlődésében. Az elmúlt egy év valamivel kiegyensúlyozottabb, stabilabb és eredményesebb volt a kis és középvállalkozások számára a korábbiaknál. Hangzott el az idén második alkalommal megrendezett vállalkozói reggelin Máté Szalkán. A rendezvényen Hanusi Péter polgármester bemutatta a következő másfél év városfejlesztési terveit, amelyben jelentős részt képviselnek a zöldövezeti beruházások, parkrendezések és infrastruktúrafejlesztések. A jelenlévőknek lehetőségük volt szakmai tapasztalat cserére is.
kifejezetten, idézőjelben mondom, elvárás, hogyha van valakinek valamilyen felvetése, észrevétele, olyan ötlete, ami előre viszi a várost, akkor gyakorlatilag ezzel most álljon elő. Nem tudom hirtelen felidézni, de egy kezemben nem tudom megszámolni, hogy hány ötlet jött különböző vállalkozóktól, hány terv, hány elképzelés, fejlesztési lehetőség, amiben nyilván a városnak segítenie kell. Ez lehet egy településrendezési tervmódosítás. Ez lehet valamilyen segítség, mondjuk energiaszolgáltatókkal kapcsolatosan, hogy mondjuk legyen elég áram. Százféle dolog lehet. És a lényeg az, hogy én mindig elmondom, hogy engem keressenek a legapróbb kérdésekkel is. Azért, mert mi csak úgy tudunk boldogulni, már az előbb is elmondtam, hogy ez a vállalkozások haladnak, Máté Szalkai munkahelyeket teremtenek, és így tulajdonképpen nekik köszönhető az, hogy Máté Szalkán olyan a munkanélküliségi ráta, mint amilyen. Ezelőtt 10 éve, amikor a polgármesteri széket átvettem, közel 10% volt a munkanélküliség, most 3,2. A vállalkozói reggeli beszélgetései ezt az adatot is tovább javíthatják. A cégek ugyanis együttműködve tudják hatékonyan fejleszteni tevékenységüket, valamint saját és így a város gazdaságát. Ehhez pedig időnként új befektetőkre és vállalkozókra is szükség van. Büszke vagyok arra, hogy az elkövetkezendő időben, másfél évben, ami biztosan megvalósul, az egy 3,8 milliárdos fejlesztés. 11 pályázatot adtunk be a megyei top fejlesztési forrásaira. Bejelentettük, hogy ebből 10-et is nyertünk. Egy került tartaléklistára, ez pedig az ipari park bővítés, ami önmagában egy 1,1 milliárdos projekt, ez 60 hektárnak a feltárását jelenti. Mivel a megyei topos keret tartaléklista legelső helyén ez a beruházás áll, megmondom őszintén, nincsenek aggályaim afelől, hogy ezt előbb-utóbb elnyerjük. És akkor megint új lehetőségeket tudunk majd Máté Szalkára települni vágyó vállalkozásoknak nyújtani. Viszont legalább olyan fontos, hogy elősegítsük a helyi cégeknek a terjeszkedését. Az önkormányzat ebben minden segítséget megad a vállalkozóknak, hiszen a multinacionális cégek mellett a több mint 1200 kis- és középvállalkozás adja a város bevételének gerincét. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei rendőrfőkapitányság felderítő osztályának nyomozói kábítószerkereskedelem gyanúja miatt Újfehértón állították meg egy 44 éves nyírbátori lakos autóját, és igazoltatták utasát, egy 36 éves nyíregyházi lakost Újfehértón. A férfi autójának átkutatásakor több mint 26 g fehér port, 5 színes tablettát, 2 digitális mérleget és önzáró tasakokat találtak. A nyíregyházi személy pedig ruházatában további 10,5 g kábítószergyanús növényi származékot és egy adathordozót rajta marihuána termesztéssel kapcsolatos fájlokkal. Ezután tartottak kutatást a nyírbátori férfi lakóhelyén, ahol 143 g kábítószergyanús fehérport, valamint annak maradványával szennyezett eszközöket találtak és foglaltak le. A nyomozók a nyíregyházi szemét kábítószer kereskedelem és kábítószer birtoklása büntett, a nyírbátori férfit kábítószer birtoklása büntett elkövetésének megalapozott gyanújával kihallgatták, őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatásukat, amit a bíróság elrendelt. A nyomozás célja a teljes körű felderítés, így az ügyben további gyanúsítások várhatóak. Vereséget szenvedett, így nem jutott be az elődöntőbe a párizsi olimpián Kovács Richárd. A nyíregyházi ökölvívó a negyed döntőben egyhangú pontozással kapott ki a francia Sofiane Omihától. Nagy Lajos tanítványa így az 5. helyen zárt az ötkarikás játékokon. 55 fiatal mellett a felnőtt csapat fokozatosan érkező tagjai vettek részt a héten a Continental Arénában rendezett kosárlabda képző táborban. A hangsúly az egyéni képzések mellett azon volt, hogy a játékosok kapjanak némi alapot a jövő héten kezdődő csapat felkészülés előtt.
Közös bemelegítés a Continental Arena küzdőterén, majd előkerül a labda is. Évek óta találkoznak a hivatalos felkészülés kezdete előtti héten azok, akik szeretnének ráhangolódni a keményebb munkára. A Nyíregyházi Élsport Kft. Által szervezett táborban 55 fiatal kosaras készült az előkészítő korosztálytól az U20-asokkal bezárólag az edzők és a felnőtt csapat néhány játékosának irányításával. A szervezők igyekeztek minél változatosabb programot összeállítani. A délelőtti programunk általában ugye a hosszabb bemelegítéssel kezdődik, mobilizációs gyakorlatokkal, nyújtó gyakorlatokkal az előző napi fáradtságot lenyújtva. Utána van egy labdás edzés, délelőtt, ahogy befejeződtek az edzések, van egy kis pihenő, ebéd, utána van egy hosszabb pihenő Xbox játékokkal, egyéni labdázásokkal, ahogy a gyerekek gondolják, majd délután van egy másfél órás kisebb, rövidebb labdás edzés, csapatedzés. A különböző korosztályos csapatok edzései a jövő héten kezdődnek. A táborban résztvevők így némi ráhangolódás után vághatnak majd neki a közös tréningeknek. Ez az egy hét, ez pontosan arra azt a célt szolgálja, hogy a felkészülési időszakra úgy csöppenjenek bele a gyerekek, hogy ne a nulláról érkezzenek meg, ne a nulláról kelljen az egyéni képességeket újra arra a szintre hozni, amilyenre a versenyidőszakra kell. Ez az egy hét, ez kevés nyilván, ezért is van az, hogy plusz ez az egy hét a felkészülésben szerintem nagyon hasznos. Az elmúlt évek tapasztalataiból azt tudom mondani, hogy növekvő tendenciát mutat a résztvevők száma, tehát úgy gondolom, hogy várják a gyerekek minden évben ezt. Több szülő is megerősítette ezt az érzést bennem, hogy nagyon várták már, hogy érkezhessenek a táborba. A táborvezető Csizmadia Levente számára gyakorlatilag egész nyáron kínált programot a kosárlabda. Több hazai és nemzetközi rendezvényen vett részt az asztal személyzet tagjaként. Májusban, és úgy gondolom, hogy ez az idei legnagyobb rendezvény, ugye májusban volt egy 3-3 elleni kosárlabdából az olimpiai selejtező Debrecenben. Azon is részt vettem, ezen felül az 3-3, illetve az 5-5 elleni egyetemi Európa-bajnokságon, egyetemi játékokon. Majd augusztusban fogok menni egy U16-os lány Európa-bajnokságra Miskolcra, illetve a nyár végét augusztusban szintén Debrecenben fogom egy 3-3 elleni bajnokság, illetve hát World Tour-ra a World Cup-ra zárni. A tábor pénteki zárónapján már ott voltak a kékcápák felnőtt csapatának játékosai is. Számukra hétfőn kezdődik hivatalosan a felkészülés a 2024-25-ös szezonra. A bajnokságot szintén győzelemmel kezdő MTK Budapest otthonában lép pályára az NB1 második fordulójában a Nyíregyháza Spartacus. A mérkőzés szombaton 19 óra 45 perckor kezdődik az új Hidegkuti Nándor stadionban. A forduló további párosítása a következő: Eto FC Győr DVSC, Fehérvár FC DVTK, Ferencváros Kecskemét, Paks Újpest és Puskás Akadémia Zalaegerszeg. Kedves nézőink, ennyi fért a mai híradóba, nézzük főbb híreinket még egyszer röviden. A burgonya mellett a kukorica termést is veszélyezteti az aszály. Augusztinyi András, a Nébik növénytermesztő szakembere azt mondta, egyes táblákban hektáronként maximum 50 mázsa terméssel lehet számolni, és szerinte az idei év vízválasztó lesz a gazdák számára. Már elérhető az új otthonfelújítási program. A támogatás legfeljebb 7 millió forint lehet, amely tartalmazza az 1 milliós önrészt is, ezen belül 2,5-3,5 millió forint közvetlen támogatásként, és ugyancsak ennyi kamatmentes hitelként vehető igénybe. A rendelkezésre álló 108 milliárd forintos keretösszeget 4 féle beruházással lehet felhasználni, szigetelésre, nyillázáró cserére, fűtési rendszer és melegvízrendszer korszerűsítésre. Máté Szalka fejlődésében kulcs szerepük van a helyi vállalkozásoknak, hangzott el a második alkalommal megrendezett vállalkozói reggelin. Ennek célja a jó kapcsolatok építése és lehetőséget biztosítani a szakmai tapasztalat cserére is. A városban folyamatosan javul a munkanélküliségi ráta és nő a foglalkoztatottság. Ezt az olyan fejlesztések is segítik, mint a Top Plus-ban elnyert 3,8 milliárd forintos fejlesztési csomag. Kedves nézőink, Önök augusztus 2-án pénteken a Kölcsei Televízió híradóját látták, holnap a hét híreinek összefoglalójával, azaz a krónikával, vasárnap pedig a hét gazdasági híreinek összefoglalójával, azaz a gazdasági héttel várjuk majd Önöket. Én kollégáim nevében is jó hétvégét kívánok. Viszontlátásra!
Szombaton derült vagy gyengén felhős napos idő valószínű, de északkeleten erőteljesebb gomoly felhőképződésre számíthatunk, délután 30-32 fok lesz. Vasárnap sok napsütés várható, gomoly és fátyol felhőkkel, néhol előfordulhat záporzivatar, nagyobb eséllyel északon, északnyugaton. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 28 fok között valószínű.